The First Three. Indi szombatunk sokadik játéka már. Kedves rókás játék. Általában nincs benne enemy, úgyhogy nem kell félni attól. Így a Resident Evil után, hogy valami ránk ugrik az egyik bokorból, úgy tűnik, hogy egy kedves róka vagyok, mint ahogy ti mondjátok. Milyen típusú játék? Azt tudom, hogy indi, kaland, felfedezünk, egy rókát irányítunk, és nem lesznek benne enemik, tehát nem olyan akció. Jaj, ezt a játékot nem, miért? Mi a bajod vele? Most kaptuk meg ingyen, mindenki megkapta, úgyhogy nagyon szépen néz ki, tényleg egyébként szerintem is Mage. Hogy vagy Mage? Szia, üdvözöllek! Options. Very high, graphics card. Mi, 4K-ba raktad be? Normális vagy? Elnézést, de jó, hogy ránéztem. Hát és az most melyik 1920x1080? Nem. Melyik 1920x1080? Ezt kérem bekapcsolni. Ablakot nem, kommentárt nem, feliratokat kérek. Mi, az állatok beszélni fognak? És most ezt így bevette? Há, mindegy, úgy tűnik, hogy igen, eddig nincsen gáz. Lehet, hogy az options nem is állított semmit konkrétan? Hát ti, hó. Szia, Csavismid vagy Csavismid? Fogalmam sincs még mindig a nevedről, bocsáss meg, ne haragudj. Ezen is szétbögtem magam, miért? Új játék kezdésre, ennyire durva lesz a game. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek tényleg, aki megvárta a szünet végét. Kerek százan vagytok? Te jó Isten, milyen sok ember. Nagyon örülök nektek, tényleg. Hihetetlen, hogy ilyen 30-asával ugrottuk szerintem a nézettséget, vagy hogy mondjam, nézőszámot az elmúlt ilyen fél évekkel. Tehát ilyen nagy lépcsőkkel lépünk felfelé, és nem értem, hogy miért van ez pontosan, de mindenkinek nagyon hálás vagyok, aki itt tölti nálunk a szombat estét. Remélem, nagyon fog tetszeni nektek a játék. Kontrollerrel irányítható? Ó, és igen! I thought I heard you get up. Ébren vagy? Yeah, azt hiszem, azt hallottam, hogy felébredtél. Igen, ébren vagyok. Bocs, csak nem tudok aludni. Are you thinking about him? Róla gondolkod? Yeah, a bit. Igen, egy kicsit. Get back to sleep, my love. I'm fine. Vissza kéne menned aludni, jól vagyok, mondja. No, it's okay. Ne, minden oké. Okay. What else is... Mindjárt még az eszed, kérdezi a lány. Nagyon szépen köszönöm Donzolikának, Borsikának, köszönöm szépen mind a kettőtöknek a feliratkozást, köszönöm szépen a támogatást. Azon gondolkozom, hogy hol vehetném le a játék hangerejét. Vagy nincs ilyen? És itt a tálcán kell egy kicsit halkítanom belőle, mondjuk ennyit. Nagyon szépen köszönöm, köszi szépen. Nem tudom, furcsának tűnik, de a Vivid az mit is jelent? Ilyen nagyon életszerű álmom volt. Láttam egy rókát, egy havas hegyen. Elég összezavarodott volt, és aggódó azok a szemek. Nem tudom kiverni a szemeit a fejemből. Keresett valamit, ahogy futkározott a hóban. Szerinted van ennek köze ahhoz, amin keresztül mentél? Nem tudom. Csak egy álom volt, Rachel. Nem kell, hogy értelme legyen. Nagyon sok minden történt az elmúlt napokban. Ez minden. Hát, hogyha már nem fogsz aludni amúgy, akkor el kéne mondanod. Hallani akarom. De, sprinteli. Rendben, mondja a fickó. Minőségi content. Felhőtlen szórakozás. Az igen. Van itt minden ugre. Bárcsak a fele igaz lenne. Köszönöm szépen. Nem volt már jobb ötletem, egész farm troll neveket kapott, macskám Mizó leves, egyik csirkém neve KFC, és így tovább. Találó. Hova kell spurizni a rókával? Van neki staminája? Ott fent eltorlaszolja egy hatalmas kidőlt fa az utat. Nem tudom, merre megyünk, de megyünk. Lehet, hogy erre kell? Ez hogy lehet, hogy... Látok, van egy ilyen kis mikrostutteringe. Lehet, hogy ezt lejjebb vesszük egy picivel. Nem, érdekes módon ez még mindig olyan furcsán. Néhol, mint egy picit ott megakadna, pedig stabil az FPS, tehát ez a játéknak a gondja. Furi. Kinek van ötlete, hogy merre menjünk a rókával? Durva rókák vagyunk. Egy havas, szeles vidéken. Ja, hogy lehet ilyet?
Ó, menj már. Még egyszer. Haha! Figyeld. Wow. Milyen kár, hogy nem furultunk bele orral a hóba. Gyerünk, gyerünk. Már a legején eltivettem a játéknak, igen, nem tudtam, hogy mi van. Hát hogy ugrik egy róka ekkorát, ha adjuk már. Hazugság az egész. De azért tetszik. Tessék! Mi volt ez? Ó, oké. Tehát egy álomban vagyunk, ahol a rókák kétszer tudnak ugrani, a levegőből is elrugaszkodnak. De figyelj, felfelé a domboldalon lehet, hogy inkább így kéne nyomulnom, nem? Mert gyorsabb. Felmegyek ide. És vajon mi lesz a küldetésem? Csak annyi, hogy mászkálok a hóban egy rókával? Remélem nem sírjuk össze magunkat majd. Mióta megy ez a játék? 5 percese? Segített a játékot, igen, egy kicsit. Hihetetlen sokat fejlődtél, hihetetlen szuper társaság alakult ki, hihetetlen jók a streamek is, fantasztikusak vagytok. Nagyon szépen köszönjük Maun, nagyon kedves szavakat, köszönjük szépen. Nagyon kedves tőled. Remélem, hogy tényleg így van. Jó lenne, hogyha a technikailag is tudnám fejleszteni a csatornát tovább. Extra feature-ökkel, hogy a chaten is egy kicsit jobb legyen az élmény, meg ilyenek. De az ilyen legolcsóbb eszközöket, mint például a roulette, ilyeneket nem fogok visszarakni, mert az hiányzik, hogy a pontjaitokat, amiket egyébként a giveaway-ekre farmoltok, ezt így el tudjátok használni. Egyébként vannak ötleteink már arra, hogy mit is csináljunk a rengeteg dohánnyal. Sebbi már elkezdett ötletelni, hogy akinek ilyen monstre számai vannak, azoknak lehetne valamit kitalálni vele. Szia, ACM! Az első fa című játék. És lehet csak bandukolni is simán, nem kell mindenhol sprintelni állandóan. Ez nem egy olyan játék lesz, ahol kötelező neked futkorásznod. De én azért futok. Mindenhol kereste a róka. A kölkeit, hogy bármi jel lenne róluk esetleg. Kisebb fényforrások mutatták az utat valamilyen ősi fához. Mindegyiknek volt egy története. Ez a vidék akarta elmondani az én történetemet is. Úgy éreztem, mintha folyamatosan mögötte lettem volna. Mondja a srác. Minden kis fényforrásnak meg volt a története? Nézd, nyuszik! Edd meg! Csip meg! Mind nem lehet vadászni? Na, ebben a játékban nincsen agresszió. Mehetünk tovább. Egyik kedvenc ismerősöm ajánlott nekem olyan, nem olyan régen, hozzád hasonlított, elkezdtem követni a munkásságodat, nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem a hozzád hasonlítást. Ez igen! Hát ez nekem furcsa inkább. Szerintem, hogy hozzám hasonlítanak, vagy hogy mondjam. De nagyon jól esik, és nagyon kedves tőletek, nagyon szépen köszönöm. Mindenesetre örülök, hogy ide találtál te is a csatornánkra. És remélem, hogy jól érzed magad. Kellően hangos a játék, mert az én fülemben mocskos hangos. Kicsit lejjebb is veszek a hangeréből az én fülemben, nagyon le kellett menni. Nem tudtam állítani a hangerét az optionsból. De OBS-ben vettem le a hangját. Rendben van így a zene? Menjünk oda. Most az lenne a lényeg, hogy összeszedjem a fénydarabokat? Nézd, ott van valami, ami felfúj minket magasra. Lehet egy picit lejjebb venni? Vegyük lejjebb, srácok. Milyen kár, hogy nem fúródunk orra a hóba tényleg. Fénytáplálkozó, minek vadászon? Lehet, hogy azért nem eszik, igen. Egy picit? Pillanat. 3 decibelt még lejjebb vettem. Ez sok? Visszátegyem? Most jónak tűnik?
rendítsek, legyen így. Ez mi? Itt lehet ásni. Asta! Általában ezek a kölykök békén hagytak, de... valahogy meg tudták mondani, hogy én most más vagyok. Azon viccelődtek, hogy milyen messze lakom. Szárdó, savanyú, lisztnek hívták apámat. Tehát úgy csúfolták. Sokat pofáztam gyerekként. Ilyen a fater sztorikat meséltem, órákon át. Micsoda? De a show után nem mondtam neki túl sokat. Micsoda? Nem tudtam, hogy apád katona volt. Igen, a katonaságban szolgált. Szomorú dolog az, hogy idáig egészen elfelejtettem őt. Én mindig olyan sok van, amit nem tudok róla. Az egy kis játéktank. Hamarosan találkozol apáddal, pontosan jól tudja, hogy mennyire szereted őt, mondja megnyugtatóan a lány. Elnézést, ott volt egy rész, ahol megakadtam. Volt egy brain fartom. És akkor ezeket a dolgokat, amiket kiások a... Aha, ezek megjelennek itt is, és fel lehet rájuk mászni. Apánk, ahogy katonaságban szolgált, gondolom ez az emlék hozzá köthető. Menjünk arra, ahol világítanak ezek a kis fénypontok. Ott is lesz még középen. Azt a mindenit mekkorát ugrik ez a róka. Hát róka nem ugrott még ekkorát a történelem során. Kihagytam volna a trigger eseményt. Miért? Mit rontottam el? Mert amúgy eddig jöttünk, a srác álmodik. Elkezdi mesélni, miket álmodott, nem tudom. Trigger esemény. Valaki szerint kihagytunk valamit? Mert balra jöttem el. Nem előre mentem. Jaj, ne csináld, merre kellett volna mennem akkor? Ez a játék nem arról szól, hogy openben mászkálsz. Volt már egy trigger dolog? Mit neveztek trigger dolgoknak? Ez mi? Ez egy labda? Hülye vagy? Wow! Wow! Kicsit furán fordul a róka, a farka a tengely, látjátok? Semmi baj, hát Istenem. Elláshatom azt a labdát? Később játszom még vele. Eldugjuk ide a izébe, a bokorba, jó? Így, senki nem találja meg, senki... Na! Hey! Na hát, micsoda kerti asztalok? Wow! És mi lehetünk a kerti asztal királyai? Nézd, egy pad! Nézd! Cica! Egy... nem cica, te hülye, az róka, hát nem látod. Farkunkon van a súlypont? Hát én inkább tengelynek nevezném, ami körül ferdül, látod? Na jó, én visszamegyek, mert félek, hogy tényleg ott hagytam valamit. Ott is van valamilyen sátor lent. Na ebbe meg is húzzuk magunkat szerintem. Be lehet tolatni? Várjál. Így. Lehet itt ásni? Ez chipset zacskó. Ki az, aki chipset zabál az erdőben? Az erdőben az ember műzlit eszik, meg szendvicset, mackó sajtot, vagy lapka sajtot, de hogy azt miért? Menjünk arra, ahol nagyon világít minden, jó? Ott jöttünk le a domboldalról, és akkor szerintem itt keresztül vágunk. Igaz, hogy hülyén megyek, de azért megyek. Nézd, ott valami nagy, nagy fény van. Lehet, hogy ásnom kell ott is, de előtte akkor menjünk el ide jobbra. Nagyon sokan esznek chipset az erdőben. Lenne rókám egy parancsot tanítanám meg, chip meg és bum szétszed. Szétszedi, amit kell. Miért? Azt hiszed, hogy annyira agresszív a róka állat? Szerintem a rókák nagyon békés állatok, és senki nem tudja, hogy milyen hangot adnak ki. Az a szám is csak hazudott. Korábbi kérdésedre válaszolva, igen, nagyon tetszik a... Jaj... A kitartásom... Hát csak nem tudom, én nem érzem... kitartásnak azt, hogy... hogy ideülök és azt csinálom, amit szeretek csinálni, szóval... abban nekem nem kell energiát fektetnem, hogy ideüljek és játsszak valamit, hiszen az ember nagyjából... úgyis játszik egy csomót, nem napközben, és hogyha ezt mondjuk egy streamen teszi, hát mi a különbség?
itt van a következő pont, amit fel akartam volna szedni, de lehet, hogy megint rossz felé jöttem el. Ássuk ki! As a kid, did you ever do show and tell in your class? Micsoda? Show and tell? Mi ez a show and tell? Tehát, hogy játszottatok-e olyan játékot gyerekként az osztályatokban? Show and tell. Az nem, az, olyasmi lehet, mint a felelsz vagy mert, csak szerintem nem, mert itt mutatni kell, vagy elmondani valamit, nem? I think I only did it once. Igen, szerintem egyszer csináltam, negyedikes koromban. You know how my life was around then. Tudod, hogy milyen volt akkoriban az életem. Meg akartam mutatni az osztályomnak, hogy so I brought a dozen paper cranes I had made. Mi az, amivel lekötöm magam, úgyhogy egy csomó ilyen papírdarut vittem be. Szerintem mindenkinek megmondtam, hogy mennyire szerettem volna madár lenni és sikerül repülni. Ne legyél emiatt zavarban. Minden gyermek szeretne repülni. Számomra egy másik játék volt ez apámtól. Egy ilyen fahajó. Emlékszem, hogy hogy őriztem óvatosan a kezeimben, ahogy bementem az osztályba. Amikor leültem, egy csapatsrác azonnal viccet csinált belőle. Megkérdezték, hogy melyik kukában találtam. Vagy miért volt egy egy ilyen kis kocsmány izé, fa tuskó a kedvenc játékom, annyira kegyetlenek a gyerekek. Néhányuk tényleg az. Nem lett volna szabad hagynom, hogy ez befolyásoljon engem, tehát hogy elérjenek a szavaik hozzám. Nem. Nem, no. Várjátok, az irányítások kicsit gondjaim vannak. Akkor ezek szerint nehéz gyerekkora volt a srácnak is, meg a lánynak is. A lánynak valami más miatt, a srácnak, akik valószínűleg egy párkapcsolatban élhetnek, feltételezéseim szerint, ha már egy ágyban alszanak, gondolom nem ilyen testvérsex témáról van szó, ami annyira felkapott mostanság, hanem inkább csak azt beszélik meg, hogy kinek milyen volt az élete, és hogy mi volt ebben az álomban, és hogy ennek a srácnak milyen dolgok történtek az elmúlt napjaiban, hiszen elég sok mindenem ment keresztül, mint ahogy megtudtuk, de az apja nem halt meg, hiszen azt mondta a lány, hogy hamarosan vele leszel, és majd egy kicsit bensőségesebb időt tudtok együtt tölteni, meg tudja ő, hogy szereti, meg ilyenek, szóval egy szép történetnek vagyunk tanulni éppen. Nézzük meg itt, mit kell kiásni. Hihetetlen rókaoid. Wow. Emlékszel, hogy apám mit dolgozott? Hát nem favágó volt? Hát így is mondhatnánk. Hogyha a fa lett volna, jaj, tudjátok, a canvas az micsoda, amire festenek a vászon, és a faragó kés volt akkor a izéje, értem, az ecsete. 50 órát dolgozott egy héten. Úristen, splinter az micsoda? Tehát, hogy gondolom, mert tiszta sebes volt a keze, miután annyit faragott, ugye? Valamilyen alaszkai weeping szedár, az nem tudom micsoda, olyat hozott haza, és játékokat. Ja, az valami fa. És abból csinált játékokat, abból csinálta gondolom akkor a izét is, a kis vonatot is nekünk. A végéről mindig lemaradok ezeknek, de remélem, hogy ti látjátok és le tudjátok fordítani magatoknak. Az utolsó mondatot tehát nem tudom ennyire hihetetlen gyorsasággal lefordítani a bekezdést sajna. Csak 75%-ban. Hogyha nem lennének ilyen izéim, hogy el kell gondolkoznom egy ilyen ritkán használt szón, akkor lehet, hogy menne. Ezt felveszem. Yehey! Nézd, ott is van lent egy csomó. Könnyező cédrus? Teljesen logikus, amit mondasz, hogy a szedár az a cédrusfa, igen. Szerintem itt mindent felvettem, amit fel lehetett. A napot kéne elkapni egyszer, mert az is világít. Vajon mi fogok itt még keresztül menni? Ott balra is van valami. Sőt, ott fent a domboldalon is. Sőt, ott nagyon balra is. Na jó. Hát egy kicsit ilyen oda-vissza irányban, de felveszünk mindent. Ez milyen autó?
sztori végén bele a napba? Volt egy science fiction sorozat, amit most nem fogok elmondani, hogy melyik, de annak az volt a vége, hogy belevezették a hajóikat a napba. Remélem látta mindenki, mert egy irdatlan király sorozatról van szó éppen. Csak nem akarom megnevezni, mert... azzal most elspoilereztem volna a végét. Szemben látunk még egy fényt, és utána visszább is lesz néhány. Remélem mindent felveszek. Mert kiásni a fákat? A róka lennék tuti, hogy néhány fát kiásnék. És akkor lehetne ilyen nagyobb vackot építeni, nem? Tehát így természetesen, ahogy kidőlne a fa, ilyen falat képezne. Elképesztő. Szerintem, hogyha a róka tudna ilyet csinálni, akkor nem kellene üregeket ásnia, nem? Hé, hey, az ott megint a tank. Mi ez a hazugság? Hát de hogy mehetek oda fel? Ennyi. Átvert a game. Hát oda nem lehet felmászni csak úgy. Várjál, a tank mögül esetleg? Vagy innen oldalról? Aha, innen fel lehet mászni. De nekem mindegyiket fel kell vennem. Magasról majd jól belátjuk a területet, és megnézhetjük, hogy hol hagytunk esetleg el valamit. Tényleg ugrálva könnyebb feljutni. Az elében van zongora, ezért nekem már tetszik a játék. Ennyire szereted a zongorát? Ismer esetleg Ludovico Einaudit? Azt hiszem így van a neve írva. Nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni, hiszen nem tudom, hogy honnan... vagy hogy milyen nemzetiségű. Itt egy kis... ennyi. Itt van egy kis játék megint. De nem kéne vele valamit csinálnom? Elásni ezt a kacsát? Itt már más nincs. Akkor ott szemben viszont még egy csomó dolog van. Fentebb ott balra csak a napvilágít. Most meghalok? Nem, mert szuper róka vagyok és nincsen fall damage. Zongora meg gitár? Nem együtt, de azokat nagyon szeretem? Megértem. Ludovico egy zseni. Egy zseni. Egy csodálatos. Olyan dallamokat ír, amik szerintem manapság... tehát hogyha... így a legnagyobb zeneszerzőkhöz, klasszikus zeneszerzőkhöz lehetne valakit hasonlítani, szerintem ő az. Ő az az ember, akinek a munkássága felér azokkal. Gyönyörű egyszerűen. Szia Sebi a róka, mi a helyzet? Képzeld, téged irányítunk. Hogy érzed magad itt a hóban? Kezdjünk innen balról és jobbra haladunk, jó? Vagy jó, hogyha összeszednem mindent, akkor megyünk majd tovább. Itt lehet nem megyek fel. Vár. De. Ugye, hogy eszméletlen? És a sorozatok, ahol beszokták vágni, ahol én rendszeresen találkozom a zenével, úristen. Az ember nem bírja ki könycsepp nélkül. Minél idősebb lettem, annál jobban visszavonultam, vagy hogy mondjam. Megkérdeztem magamtól, hogy miért beszéljek akárkivel is? Miért törődjek bárkivel is? Hogyha egyedül is boldog vagyok. Nagyon sokat kezdtem rajzolni, legtöbbet állatokat, amiket az erdőben láttam, amik az otthonunk mellett voltak. Aztán elképzeltem, hogy a saját... kis hideoutjaimat tervezem meg. TV-ket, meg ilyen kredenc, tele chipszel, sütivel. Nem vagyok meglepve, de én is ezt csináltam. Van valami különleges abban, hogy van egy helyed, amit a magadénak hívhatsz. Most nézd meg minket. Már hogyha az albéletet annak nevezed egy túl drága városban. Hát ez a legközelebb, ameddig juthattunk. Mondja a lány a fiúnak. Olafur Arnalds hirtelen nincs meg. De biztos ő is nagyon jó. Fuck! No! Jézusom! Ez hogy történhetett? Hát lebucskáztunk a egy oldalról. Fel tudsz mászni? Nem nagyon. Oh no! Zselé! Hát jó, elnézést, egy kicsit béna voltam. Ez egy ilyen papírcucc, amit a lány csinált. Nem a fall damage lett volna, ami zavart volna, hanem sokkal inkább az, hogy nem ugrott a kontroller, amikor akartam volna.
Szia kutyi Asina, hogy vagy? Na tehát, akkor most azt az ugrást még egyszer meg fogom ejteni, de ha még egyszer elmiszelem, akkor ott rohadjon meg. Nem. Felvesszük, ez egy nagyon szép játék, és megérdemli az összes csillag is, hogy összegyűjtsük őket. Egy írdatlan ugrással, szerintetek meg lesz? Tegyétek meg a tétjeiteket, megcsinálom-e? Távolról ugorjak neki, vagy már közelről? Vajon a dupla ugrás segít majd? Vagy az sem? Vajon fel tudom-e venni? Vagy lehetetlen? Fuck! No! No! Jézusom, gyerekek, ne nézzék ezt a műsort! Most ki fogok akadni csúnyán! Várjál, innen is fel lehet menni amúgy? No! Beragadt! Beragadt! Várj, mász fel! Innen is fel lehet jönni, nem kell eső. Nem kell körbevenni, hál' Istennek! Jó, oké. Na figyelj, most egy kicsit okosabbak leszünk. Aki ezt kitalált. Ne, várjál! Nem tudod felvenni! Szétrégyelem magam, nézd. Akkor ugorjunk kettőt innen távolról. Figyeld, most! Ez az! Hál' Istennek, nem volt egyszerű, de megcsináltam. Hiába. Hú, kicsit le is vert a víz, semmi baj. Tovább. Megvárjuk, azt mondja. Nehéz volt, de megtörtént. És erre volt a többi, ugye? Igen. Nem mindenhol lehet kétszer ugrni, tehát a tetején még ugorhatsz egyet, de amikor elkezd ereszkedni, akkor már nem nagyon, nézd meg. Ahogy lefeláll, ott már nem tudsz. Ja. Epiken ingyen játék, igen, szerezzétek be. Tudom ajánlani. Nagyon szép a hangulat, hogyha az ember egy kicsit így a gondolataiba szeretne merülni. Felvetünk mindent. Rókanyomok mindenütt. Hú, ez egy sokkal barátságosabb környezet, mint ami eddig volt. Ez jobban tetszik nekem. Spuri! Remélem itt már lehet vadászni is. Le akarok ölni egy szarmast. Nem, de hogy akarok? De ha róka lennék, akarnék? A rókák csak azért nem vadásznak szarvasokra, mert nem tudják őket elcsípni. Esetleg a kisebb szarvasokat, azokat igen. Az úgynevezett őszgidákat. Ez mi? A tini éveim tele voltak rajzolgatással, haraggal, problémákkal. Nem voltam túlságosan populáris, se nem voltam népszerűtlen. Hát, talán inkább ilyen felejthető. Ez adott nekem egy ilyen szabadságérzetet, úgyhogy őrült gyerekekkel lógtam, akik őrült dolgokat csináltak. Leginkább akkor is, hogyha a káosz figyeltem, csak távolról. Mindent csináltunk. Postanádákba tettünk tűzijátékot, roadkill, az nem tudom micsoda, de olyat raktunk az emberek garázsaiba, embereket, vagy mi az... Ablakokat törtünk be ilyen barbershopoknál. Süniék, nagyon szépen köszönöm, hogy átjöttetek. Sziasztok! Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet. Üdvít nálunk, jó estét kívánok! Képzétek el, hogy a The First Three című játékkal játszunk, ami Epic Store-on ingyenes, úgyhogy nyúljatok rá ti is, én azt tudom ajánlani, mert nagyon szép kis game. Most olvasom át a szakdolgozatomat, relatív termékenységi együtthatóknál nézem, hogy a táblázat nem egyezik a képlettel, totál leizzadtam, hogy akkor elszúrtam az egészet, írhatom át az adatokat, de szerencsére nem. Helyes, nagyon örülök neki, hogy működik. Nem tudott egyszerre két helyen lenni, kicsoda. Igen, most döbbenek rá erre én is, de akkoriban biztos voltam benne, hogy az üzletével jobban elfoglalt volt, mint azzal a dologgal, amin én mentem keresztül. Lehet, hogy még mindig az apánkról beszélünk. Nehéz téma, hogyha a családról szól a játék. Ott fent lett volna kettő csillag. Mekkora ugrás lesz abban. Szia Robin, szia Süni, hogy vagytok ma? Mi volt nálatok? Meséljetek, mit streameltetek? És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy átjöttetek. Sziasztok! Hirdetlen ugrációval a rókát abban a pillanatban tesszük fel a hegyoldalma, hogy felvegyük azt a hihetetlen tárgyat, azt a kis csillagocskát, amit odarakott nekünk a játék, de kíváncsi leszek, hogy meg tudom-e csinálni az ugrást. Egy kicsit már izgulok, de talán még meg lehet. Figyelj! Hát ez instant. Abban a pillanatban kezdem érezni, hogy az irányítás már az enyém, a testem átveszi a kontroller fölött, és
egy év állok vele. Itt is volt, ami eldugva. Ott balra is lesz, tutira. Éppen legózol? Hányig legózhatsz? Tudom, hogy sűrű az időbeosztásod. Volt valami tűzi játék? Hol? Ez a kis stuttering, ez nagyon furcsa, de tudjuk be annak, hogy indie játék, és nem tudták ezt rendesen megcsinálni ott sajna. A gép biztosak lehetünk benne, hogy elbírná. De miért nem ugarhatok fel kétszer? Haver! Eddig ezeket meg tudtuk csinálni. Menjünk körbe. Szia Petra, jó éjszakát! Köszi, hogy itt voltál, jó pihenést. Itt fel lehet menni? Bocsánat. Elnézést, de róka vagyok és fel akarok menni oda. Mi? Mik azok a pillangók? Mi az a pillangó plusz ugri-bugri? Ja, hogy ilyet tudnék csinálni? Várjál már. Hát de biztos ez? Na jó, kicsit furcsán, de megoldottuk. Kicsit furi volt, de meg lehetett az nem tudom, hogy mi volt az a pillangókör. És utána ugri-bugri. Lehet, hogy így kell ugranom? Várjatok. Zseniális. Nagyon tetszik, azt is felveszem. Gyógyulj meg hamar. Igen, igen. És abba hagyom, holnap folytatom korán, megyek olvasni, aludni, egyébként a Lego Ferrari-t rakom össze. Az igen. Jó szórakozást hozzá, és aztán jó gyönyörködést. Azért biztos nagyon szép darab lehet. Hány darabos az a Lego? Vigyázz magadra, Petra, majd. Nézd, abból a pillangóban nagyobbat lehetne ugrani? Wow, nem. Na várj. És elviszem magammal, akkor a pillangók megengedik, hogy felszállják magasra? Úgy tűnik, hogy igen. Jó, tetszik. Itt is felveszünk mindent. Lehet, hogy ez most baromság, amit csinálok, és nem kellene felvennem ezeket mindet. Lehet, hogy a játék csak arról szól, hogy felvegyük azokat az oszlopokat, és nem a kis csillagokat a földön. Elhagytam egyet ott visszább. Nem. Akkor megyünk. Ott még volt valami tábla. Nőtte be már a körmöm. Nekem? Szerintem mindenkinek szokott olyat egyszer-kétszer az életben, nem? Mondjuk én nem tudnék nagyon példát mondani rá. Megint sokáig dolgozott, és a barátaim nálunk voltak. Azt mondták, hogy mennyire unatkoznak. Ja, és hogy a semmiért kellett eljönniük ilyen messzire. Az egyikük megemlítette, hogy a garázsban van egy nagyon öreg csotrogányunk, és hogy el kéne vinnünk egy körre. 15 éves voltam, úgyhogy egy ideig küzdöttem ellenük. A következő dolog, amit észrevettem, az, hogy... Igen, szóval egy zenét hallgatunk a kocsiban, és egy hegyi úton megyünk a barátaimmal felfelé. Én vezettem, és a lila terrautónak, vagy hogy mondjam, a hátuljában ültek a srácok. Sörös üvegeket dobálgattak. Aha. De ennek a sztorinak is jó sztoria van. Megállított minket a rendőrség, és... Ja, utána otthon jól leszittak minket. Mi következik? 1677 darabos, 13 centi magas, 48 centi hosszú járgány. Az komoly. Szép nagy darab lehet akkor. Menjünk oda fel. Ja, hogy ez volt a mai napod, úszegény. Biztos, hogy ki lehet azt valahogy műteni onnan, nem? Szörnyen hangzik egy ilyen baleset. Visszanézve, arra most már nem megyünk el. Ide viszont én feljövök még. Hát a játék ide már nem nagyon enged fel. Na akkor merre lehet, amit én keresek? Ez itt a térkép széle, tehát ide hiába jöttünk el ugye már. Esetleg még itt végig rohanhatnék a hegy oldalon.
vagy le kéne ülnöm ezeket a tereptárgyakhoz. Lehet, hogy valamit kell csinálnom velük. Mert akkor végig nem csináltunk velük semmit. Nem, ide csak fel kell jönni, hogyha itt utat csináltak nekünk, nem? Hát, gyanús, hogy nem. Akkor viszont mit hagyhattam ki? Nézd ott fent! Ott fent vannak még... Ja, de nem biztos. Úristen, nem tudom. Ti láttok valamit, amit én nem látok, srácok? Abban a pillanatban elvesztem itt a rókámmal. Ott felugorhatnék, igen, arra el lehet menni, arra is megyünk. Térkép erre halad. Ezt már kiástuk. Ott kell felugrálnunk. Nem csak ez volt, elszökött a kutyám, 2 óra keresés után meglett, hál' Istennek. Vigyázzatok rá nagyon. Ha így szökésre hajlamos, akkor mindenképpen óvatosan vele. De én azt most felveszem, és azzal fogok felugrálni. Azt megcsinálhatom? Nézzük. Meddig követik a pillangók a rókánkat? Hát elég hosszan ahhoz, hogy fel tudjak jönni ide. Így, ez az, meg lesz, és akkor arra kell mennünk tovább. Nice. Mi lett volna jobbra? Semmi sok, jó. Nem hagytunk ki semmit, megyünk tovább. Ott van még 3. Ez micsoda? Az egy vízesés? Vagy egy gejzír? Nehéz megállapítanom. Hogy ilyen kúpos a teteje, az egy vízesés. Ne essünk le azért még. Nézzük, mi van jobbnál. Jó van, Barni, hajrá, jó tanulást kívánok. Epic Store-ban, igen, 3 játékot is tudtok most ingyenesen grabbelni Epic Store-ból, úgyhogy mindenkinek ajánlanám. Arra fogunk menni szerintem a sztori végéhez, de én még azért összeszedem ezeket a csillagokat, amiket itt... Várj! Itt nem is tudok felmászni. Ó. 3 darab pillangó kell, hogy oda felugorjak. Hát az egyiket, hogyha az egyik nagyon lent volt, azt nem lehet itt elhasználni. Akkor körbe kell néznem mindenütt, a pillangókat össze kell gyűjtenünk. Hullányzat szedtünk ki belőle, nem ezért szökött el, hanem kiszagolt egy nyulat, nem kapta el. Ó. Vigyázzatok rá, nehogy megszökjön véglegesen, tényleg. Jó estét kívánok mindenkinek, aki most érkezne. Remélem tetszeni fog a játék, és hogy jó lesz a története majd. Egyőre egy pasi történetét ismerhetjük meg. Kicsit zűrös gyerekkorral. Olyan, nem is tudom, magának való gyerekkora volt szerintem. Voltak barátai, de azért... Olyan semmi extra. Ez mi? After he drove me home from the police station. Miután hazavezettek, vagy hazavittek a rendőrségtől, kiakadtam faterra, hogy mennyire soha nem akartam volna vele lenni. És leszek valaki, és itt fogom hagyni ezt a jégizét, kockát, jégdobozt. Örökre. Rám nézett, aztán a... Vagy mi, ő folyamatosan nézett fáradt szemekkel az útra. Kivettem a kazettát a lejátszóból, és kidobtam az ablakon. Faternak más ötlete volt. Csak annyit mondott, hogy tegyem ezt jóvá. Kicsit fújtattam magamban csöndesen, de aztán... Found it 30 minutes later near a small waterfall off the road. Folyamatosan káromkodott a gyerek, teljesen ki volt. 30 másodperccel később megtalálta egy kis vízesés mellett az úton a kazettát. Visszament a kocsihoz. Nedves kazettát visszarakta. Tudtam, hogy őrült tini voltál, de nehéz elhinni, mi? Engem is meglep. Olyan, mintha nem igazán tudnám, hogy ki voltam akkoriban. A fater viszont végig gondolta ezt. Aha.
Fater mondogatta magának ezt a hozzrendbe, ezt a dolgot. Viszont inkább olyan volt, hogyha magának mondaná, és nem nekünk. Intenzív bekezdések vannak. Nem bántam volna, hogyha kicsit jobban tördelik a szöveget. Könnyebb lett volna lefordítani, de... hogyha az ember magában olvassa, akkor azért könnyebb tényleg. Mint hogyha hangosan fordítanod kell olvasás közben. Össze kell szednünk még néhányat ezekből a pillangókból, mert azt a falat csak hárommal tudnánk átugrani, de én ott látok egy nagy ugrást. Ott van egy pillangó, ott van még egy, ezek lilán világítanak. Ott van az a kocsi, az a lila kocsi szerintem fent. Egy volt itt. Nem merek ugrani. Mert félek, hogy túl nagyot ugranék vele. Ez éppen, hogy meglett. És itt akkor vegyük is vissza őket. Ha hármat összegyűjtünk, akkor át tudunk ott menni. Attól tartok, hogy ezt logikai sorrendben kell majd megcsinálnom. Mert hogyha ott is felvennék egyet, azt csak ugrással teltem meg. És akkor egy elvész, ugye? Itt találtuk meg a kazettát annak idején. Egy ilyen útmenti vízesésben. Azt így nem akartam volna, de se baj. Na várjál, itt felveszem. Egy megvan. Vagy nem lett meg? Nem lett meg szerintem. Nem, ezt újra kell csinálnom, hogy meg lehessen. Hát szeretném, hogyha jobban menne azért. Sokat kellene az angolba fektetnem még. Leginkább a szókincsbe. Most felvettük. Ott szembe jön a következő. Ilyenkor már nem szabad ugranom. Ezzel megyünk át a kövi területre balra. Ott van egy csillag eldugan, és csak. Több mint 100 játékot van, nem lenne velük játszani idő. Hát, hogyha ilyen durván betáblázod magad, tényleg nehéz lehet, azt elismerem. Fel kéne mászni valahonnan. De ne csináld, hogy ugrás nélkül nem mehetek. Ne. Hát de ugrás nélkül azt nem veheted fel. Hát ezt akkor hogy? Várjál, leesünk rá. Ezt még el tudom képzelni, igen. Megvan a három darab pillangó, amivel már nagyot tudunk ugrani. Lássuk. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. Barátaim csak rögtek ezen az estén, és arról beszéltek, hogy mennyire őrült volt az egész. Én pedig velük nevettem, eljátszottam, hogy igazából nem érdekel, de azért érdekel. Elképzeltem, hogy mi a bokorban öregszenek meg a barátaim. Mi van? Mint hogyha ezek az erdők tényleg ilyen fal lettek volna, amik nem hagytak volna engem ellépni innen. Aha, értem. Tehát ilyen bezártság érzetet adott a srácnak teljesen. Jaj, de ne már. Ah, éppen. És mikor hagyta ott vajon ezt a helyet? Átjöttünk a kövi területre. Szia, Mr. Urukai, üdvözöllek. Remélem, hogy szép napod van. Mindenkinek jó a hétvégéje. Holnap reggel a misén azért találkozunk. Ez lett volna út arra, hogy valami út, hogy rajzolás szeretetét valahogy átalakítsam egy úttá, hogy meglógjak innen, semmi nem tett volna boldogabbá. Le akartam azokat a fákat szakítani onnan. Utáltam ott lenni Alaszkában, de utáltam. Várjál. Tehát, hogy nagyon sok energiát tett abba, hogy olyan legyen, amilyennek mások szerették volna őt tenni, vagy hogy mondjam, tehát mások, amit képzeltek róla, hogy olyan legyen a srác. Van egy tény, amit elfelejtesz, hogyha nem lett volna ez a tűz benned, akkor valószínűleg mi soha nem találkoztunk volna. Teljesen igazad van. Talán a végén csak az irány a lényeg. De amikor ébred vagyok, akkor miért látom ezt a rókát, ahogy megy a kis kalandján, az útján?
És miért nem tudom abba hagyni az apámról való gondolkodást? Mekkora hatalmas területek vannak ebben a játékban? Kár, hogy nem raktak bele egy-két bokrot ide vagy valamit, nem? Ilyen extra látványelemnek. Bár biztosan szándékosan ilyen álombéli megjelenést kapott az egész. Azokat a madarakat ott megugatnám rókával, de nem tudom, hogy milyen hangot ad ki, amikor beszél. Menjünk itt fel. Volt már olyan, hogy megnéztem egy videót, elkezdett fájni a hasam. Nem, de olyan volt, hogy elkezdtem öklendezni tőle. Valami történt. Az előbb nem... Na, igen, 4 nyom volt, most csak 3-at látunk előbb. Megint egy erdőben vagyok, ahol mehetnék balra, mehetnék jobbra, mehetnék hátra. Menjünk erre. Menjünk arra, merre a csillagok vezetnek minket. Szia Gergő, jó reggelt, hogy vagy? Csak nem most keltél. Tetszenek ezek a vidékek, amiket bejárunk. Nagyon chill hangulata van a játéknak, nagyon... Ilyen kis... Lefogadom, hogy ilyen kis léleksimogató története lesz. Ott fent van valami, amit fel szeretnék venni, csak fel kell ugrálnunk ezeken a sziklákon hozzá. Úgy látom, hogy ott is 3 darab csillag van. Nem feltétlen sztori elem. Azt hittem, hogy most keltél. Ott szemben is van valami, amit fel kéne venni. Itt nem ugrunk le a végén, hanem megfordulunk. Elképesztő faroktengely körüli forgással. Jézusom, hogyha a testem is úgy forogna, ilyen faroktengellyel, akkor egész nap lazán tudnék fejen állni. Menjünk csak ide át. Ott van valami, ami mozog, nézd. Az miért ugrál? Ez mi? Mit kell csinálnom? Mit csinálok? Lehet, hogy csuklik? Mikor csinálnak ilyet a rókák? Nem lehet, hogy hánynia kell? Vagy nagyon csikar a hasa? Úristen, nem tudom, mit kell csinálnom. Ki érti ezt? 0/3? Hogy le kell róla ugrani így? Hogy ránézel a csillagra és így... Ja, hogy akkor, amikor lemegy, akkor kell ráharapni egyet. Mindent értek már. Ott van valami kis sátor, nem? Vagy mi az? Hát nem is tudom, valami lapos 6 szög egy matraccal. Ide lentre nem dugtak el semmit. Erre nem emlékszem, mit kell csinálni. Mikor játszottad végig? Amikor lent volt a csillag, akkor kellett megharapni. Óvatosan, óvatosan. Nehogy megsérüljünk. Wow, ezt nem élné túl egy róka. Még vagy egy álombéli rókával vagyunk. Az a játszom, amivel szeretnél, terveztél Red Dead Redemption 2 végjátszást. Igen, terveztem, nemrég kaptam vissza a Sekiroval egyetemben a Red Dead Redemption 2-t, úgyhogy a következő fél éven belül fel fog tűnni a csatornán a végigjátszás PlayStation-ról. Ennyire megjegyezted a dátumát, hogy mikor játszottad végig, vagy csak lestél a Steamről? Igazi bokorlakó vagyok, nézd, egy bölcső. A rókának ez olyan, mint egy ketrec. Mondjuk gyakorlatilag a gyerekeknek is egy ketrec ez. Ez nem is bölcső, hanem egy úgynevezett járóka. Nem értek a gyerekekhez, de most így hívom, jó? Ez mi? Egy játékszer gyerekeknek.
A rókával, akivel vagyunk, az lenne a lényeg, hogy megtaláljuk a kis fiókáit, ugye? Ott fent is van valami eldugva? Vagy onnan indultunk el? Jó, Isten, elvesztettem az irányérzékemet, amikor lenéztem a csatra, és még fordultam tovább. Na mindegy, menjünk arra, mert a fényt látjuk, az lesz a legjobb. Inkább kis ágy. Kis ágy is lehet. De valamikor csak berakják ebbe a ketrecbe a gyerekeket, tudjátok, hogy egy picit legyugodjanak, és amikor már mászni tudnak, akkor benne így el tudnak mászkálni, meg amikor már fel tudnak állni az oldalánál, akkor így ilyen, szerintem járókává avanzsálódik, nem? De menj a fény felé! Miket találhatnánk még itt? Itt van három ilyen kis csillag. Már összegyűjtöttem 56 darabot. Ezért nem szarra gurítok, amikor a csillaggyűjtögetésről van szó. Ez persze az évek meg a tapasztalat, tudjátok, hétköznap is szoktam ilyeneket csinálni. Tehát amikor éppen unatkozom, akkor... gyűjtök egy kis csillagot, na. Ott fent van valami, amit felvetnék. Vegyük is fel. Újabb bekezdés az életünkből. My dad built a lot of stuff in his free time. Szabad idejében apám nagyon sok mindent épített. Hogyha nem olvasott éppen, vagy fly fishing. A fly fishing, annak van-e valami magyar elnevezése? Tudjátok, amikor egy legyet raktok a horgászbotnak a végére, mármint gondolom a dummy a végére, vagy a horog végére, és akkor azzal, annak mi a neve? Amikor léggyel csináljátok, nem kukacsal, meg egyéb csalikkal, nem ilyen műanyag dolgokkal. Legyező horgászat, ez a neve? Ez könnyen lehet. Tehát amikor Fater nem azt csinálta, vagy Tom Clancy regényeket olvasott, akkor valamit faragott. Tonna számra gyártotta a madárházakat, kis madárhetőket. Nem, mintha nézte volna a madarakat, de szerintem hiányzott neki, hogy csinálhasson valamit. Volt valami ronda, sárga kocsink, volt benne egy matrac hátul. Értem, szóval, hogy elmentek, ott az erdőben volt szerintem ez a kocsi, és oda elmentek néhányszor, és akkor a naplementében nézték, ahogy a madarakot a környéken megbújnak a kis madárretetőkben, és akkor ettek valami sonkát, meg ittak kólát mellé, és nem beszéltek túl sokat, de mind a ketten így tetszett nekik a legjobban. Fura egy fater lehetett amúgy. Lehet, hogy a katonaság miatt volt ilyen távoli a gyerekkel? Lehet, hogy történt valami a katonaságban? Lehet, hogy Amerikában vagyunk, és pater vietnámi veterán. Hát nem tudom, hogy jó felé jöttem el, de én most erre megyek. Igen, általában ez így... Jól kitaláltad, Gergő. Tehát reggelre abba fejezem a csillagvadászatot, és akkor... szépen estére meg visszarakosgatom. Ez Mokibottal történik egyébként most már, hál' Istennek, mert nagyon sokáig manuálisan kellett végezni, de most már a robot be van tanítva rá, hogy amikor streamelek, a háttérben ő rakosgatja vissza őket az égre. Csak hát mostanában amennyi fényszennyezés van, ebből nagyon keveset lehet látni. Nézzük csak. Van itt még valami? Oda szembe is el kell mennem. Meg oda is. De mit hagytam volna ott a másik irányban, ahonnan jöttünk? Oda szembe elmegyünk. És balról másszuk meg azt a kis dombot. Jó sokáig mennénk, hogyha gyalog mennénk, nem? Fényszennyezés, fotózásnak is betesz, azt mondod? Biztos vagyok benne, hogy így van. We were happiest underneath the evergreens. A legboldogabbak a
Az örök zöldek alatt voltunk. Elhatároztuk, hogy feltérképezzük a több száz hektárt, amin éltünk, hogy nyáron eltöltjük az időt. Csak este ért rá az öreg. Szóval egész nap elpocsékoltam az időt a betárcsázós interneten, meg rajzolgattam. És aztán berontunk az erdőbe, tollal és térképpel a kézben, mielőtt beesedett volna. Néha látható volt még az Aurora Borealis, a sarki fény is. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your child. Nincs az semmi baj, hogy el akartál lógni onnan, elhagyni a gyermekkorodat, vagyis az otthoni otthonodat. Előre akartál haladni, csinálni magadból valamit, válni valakivé. Igen, igazad van, az a ház, biztos vagyok benne, hogy még mindig olyan, mint ahogy hagytam. De miért érződik annyira másnak? Micsoda? Lefogadom, hogy csak azért, mert felnőttként nézel vissza rá? Vagy hogy felnőttként kellene visszanézed rá, és megkérdezi magadtól ezt újra? Vagy nem tudom pontosan, bocsánat. Szia, Resan, üdvözöllek, már is hidratálok közben. Segítséget nyújtani a Red Dead Redemption 2-ben? Mihez? Hát azért az egy játszható játék. Tehát nem egy durva puzzle, vagy egy Souls, ahol küzdeni kell nagyon. Ja, lefogadom, hogy nem tudom, hogy ez egyetlen felnőtt, aki megkérdezi ezt magától. Aha, na ez könnyen lehet, köszönöm szépen, Bulagár. Kösz, hogyha segítetek néha. Itt fel lehet menni, nézd. De fel is kell ide jönnöm? Nem bántam meg, hogy feljöttem, legalább belátjuk a területet. Van egy kis csónak. Oda még szembe elmegyünk, oda fentre is fel kéne mászni valahogy. De be tudnék-e jutni oda innen esetleg, vagy nem? Mindjárt megnézzük innen oldalról. Szia VNK, hogy vagy? Innen felmehetünk oda. Vajon hány ilyen kis csillagot kell összeszedni? Lehet, hogy maga a csillaggyűjtögetés a játékban nem is egy olyan fő dolog, hanem lehet, hogy sokkal inkább ez egy ilyen kollektív gyűjtögetés, amiből, hogyha összeszedsz eleget, akkor valami más, hogy fog alakulni majd? Ki tudja? Kialvatlanul állom meg, nem jön a szemedre? Na miért nem tudtál aludni, mesélj? Itt is volt egy eldugva. Jó, hogy erre is jöttünk. Itt a feketességben egy kicsit nehezebb észrevenni, hogy hova dughatták el a csillagokat. Ihentető estét, szia kecske ember, üdvözöllek. Na jó, menjünk erre. Oda fel kell másznom? Nem biztos. Mire jók? Még nem tudjuk. De már 66 darab van, és ott látom a 67-68-at is. Állj! Itt lent nincs. Mint hogyha hallottam volna valamit. Furi, de mint hogyha hallanék valamilyen eerie soundot. Nézd azt ott lent! Á, tudtam én, hogy hallok valamit. Van itt kettő, és akkor itt meg ráharapunk erre a cumóra. Megvan, a kettő a háromból. Oké, de én itt láttam egyébként valahol fent egy felvehető emlékdarabot is. Megszokásból felkelsz korán, nem volt meg a szundi idő. Jóó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 ó citromfűteát esetleg? Az nagyon jó erre a dologra. Ilyen gyógynövényteákat tudnék ajánlani. Sőt, ilyeneket már lehet kapni készen is, többféle alvást elősegítő gyógynövényből készülnek. Nem feltétlenül olyan nagyon jó az íze, de ezeket nem az ízük miatt isszák. Levendula is biztos jó, aha.
Felmászom ide hátha. Ott is van egy lent. Ó, oh, ezt jó volt észrevenni. Ide át tudnék menni? Hallod? Hát működik. Wow. És ott van valami. Jaj, de szerintem csak azt láttam, ami lent volt. Jaj, oké. Okay. Akkor itt nem kell ezzel már törődnöm. Kicsit lassan fordulunk. Hát hiába, a róka az nem úgy fordul, mint egy ember. Oda felugrunk érte. Szia, Robin, jó éjszakát? Mézzel, citrommal kell inni? Szeretem a gyógynövényes tálkat. Szerintem is jók amúgy. Én is ritkán, de azért néha-néha iszogatok egyet-egyet, egy csészét. Csészét nem, bögrét. Na, most hogy ez is megvan, már csak a harmadikat kell összeszedni. Akkor indulunk visszafelé, minden bizonnyal erre lesz, amit elhagytunk. És hogyha megvan a három, biztos mehetünk tovább a következő történet részletre. 2 órás a játék, tehát nem egy hosszú dologról beszélünk, és szerintem most vagyunk 1 óránál, tehát kb. A felénél. Ti látjátok a magasban bármi jelét annak, hogy jó felé megyek? Nem, én se látom. De végig szól a zene, nagyon... nagyon relax a játék, tehát hogyha ezt az ember kicsit csöndben játsza, és a történetek olvastán, hallatán egy kicsit reflektál a saját életére és fiatalkorára, akkor egész mély gondolatokba tud elmerülni egyébként, biztos vagyok ebben is, hogy nagyon jó ilyen gondolatébresztő ez a játék, hogyha egyedül játsza az ember. A bögrét is megiszom, igen, képzeld el, hogy van egy nagyon menci vészkorúsos bögrém. Ez egy sír. Hely. De mi van ráírva? Elolvashatatlan. Csak nem apánk, de ő nem halhatott meg. Ott a következő dolog, amit fel kell vennem szerintem. Ki ez a Josh Kramer? Persze, hogy most játszom végig, igen. Hogy ne. Ezt előbb nézzük meg, miatt azt felvenném. Even at my most distant, at the times when I detested him the most. Mi az, hogy detested him? Amikor megtagadtam apámat a legjobban, akkor is még nyúlt felém, tehát hogy próbált kapcsolatba lépni velünk. Minden héten egy éven keresztül megkérdezte, hogy elmegyünk-e kempingezni. Hogy elcsendesítsem, végül belementem. Kihoztuk a garázsból a kis székeket, csináltunk egy kis tábortüzet, ahol mindig ültünk a ház mögött. Lementünk a hegyi kis ösvényen, beszélgettünk a meleg napsütésben. Soha nem felejtem el a nedves köveket a lábam alatt, vagy hogy mennyire nagyoknak tűntek a hegyek a víztükörben. Aprónak éreztem magam, de hálásnak. Ahogy a nap lement, apám talált valamit, amit már régóta nem láttam. Egy fát, amit ahol az első faragványomat csináltam, hogy minek nevezem 6 évesen. Apám segített benne, de mégis fának hívtam. Elmondtam neki, hogy mennyire szeretek dizájnolni, meg rajzolni, és hogy architektúra. Várjatok, az valami építészet, nem? Tehát, hogy a építész szeretett volna lenni Seattle-ben? Igen. És hogy mennyire nem jöttem ki még a barátaimmal, ezt is már megmondtam neki, hogy nem zavart az, hogy egyedül vagyok. Mondta, hogy ő ott volt számomra, és... csak annyit kellett csinálnia, hogy ráírja egy fára a nevemet, hogy elkezdjek beszélni. Tudtam, hogy mennyit áldozat felértem. Ez egy szép apuka történet, nem? Na, megesszük? Megvan. És ezzel az itteni
ilyen indás, gyökeres rész is eltűnt az útból. Nézd, ott egy farkas! Itt is van. Ott fent is van. Ez a 72. Vajon hányat hagytunk el eddig? Nagyon kíváncsi lennék, hogy itt hánynak kellene lenni maximális számmal. Hát, na mindegy. Az is lehet, hogy megszereztük az összeset. Mi ez a perpetrator? Várjatok, ezt megnézem, hogy ez micsoda. Az elkövető? A véghez vivő? Milyen elkövető? Mellettünk állt, mint hogyha semmi rossz nem történt volna. Az apám halott, és soha nem jön vissza Rachel. Meséltem neked ezeket a történeteket, de soha nem lehetek vele már többé. Soha nem fogja tartani az unokáját a kezében. Amit valószínűleg soha nem... Tehát, hogy soha nem lehet gyerekünk? Hoppá. Soha nem tudok többet beszélni vele, bocsánatot kérni tőle, meg ilyenek. Azt a mindenit. Az elkövető. Valaki megölte az apját a srácnak. Ez mi? Ahogy megölte a gyermekét a rókának, az a farkas. Ó. Egy kicsit megsiratja. Én rámegyek. Bosszút állunk a kölkünkért. Elfut. Egy ilyen eseményt hagytál ott az elején? Jaj, ne! És akkor az lett volna, ami elmeséli, hogy az apánkat megölték. Most balra menjek, vagy leugorjak? Én leugrom. Basszus, ez tényleg nagyon kimaradt. De szomorú, egy nagyon fontos kulcs pillanat maradt ki akkor ezek szerint. Volt még valami más is, amit kifelejtettem esetleg? Hoppá! Na ne csináld, hogy nem tudja felvenni. Ráugrom. Elhiszitek? Nem! No! Újra lehet próbálni. Csak a rókakölyökről maradtam le? Jaj, ne! Azt tényleg nem vettem észre, de nem volt jelzése, nem? Lefutunk a völgybe a farkas után. Szép ez a hely, nagyon. És milyen nagyot lehet ugrani, amikor éppen egy lejtőn ugrasz előre? Viszonylag közelről volt jelzés. Aha, hát teljesen lemaradtam, sajna, bocsánat. És mit mondott ott el? Ha esetleg emlékszel arra a részre ott. Remélem, nem hagytam a csillagot. Biztos, hogy lesz DMCA a játékon. Jaj, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Nem kell egyébként így energiát belefektetni, csak hogyha igazán van kedved hozzá. Milyen nagyon lehet esni, hogyha lejtőn ugrasz? Hát igen, igen, igen. Ti is járkáltatok sokat erdőben gyerekkorotokban? Én a mai napig nagyon szeretem, csak sajna ritkán megyek fel az erdőbe már. Édesanyám még fent laknak az erdő mellett. Nagyon közel van hozzájuk, és... ők rendszeresen járnak is be. Így munka előtt reggel elmennek egy órát sétálnak az erdőben. Tiszta király. Valamikor szeretnék elmenni velük. Főleg, mert... egyrészt, mert most lenne időm. Másrészt pedig azért, mert... nem láttam őket már majdnem egy hónapja. És nagyon aggasztó volt ez az egész... korona ügy, hogy elkapta az egész család, és azért tényleg aggódtam miattuk. Ki ne aggódna miattuk? Az egész családért. Ha szállni mész az erdőbe, az komoly elfoglaltság.
Ma is voltál az erdőben? Mikor jöttem már el, akkor kezdtek a vadisznók visítozni. Ez veszélyes viszont. Ahol vadisznók járnak, ott lehet, hogy nem jó háborgatni őket. Mi a kedvenc állatom? Mindegyiket nagyon szeretem. Nincs olyan, hogy kedvenc állatom. Mindegyik állatnak megvan a maga kis szerepe a mi világunkban. Mondjuk a poloskákat gyűlölöm. Az igaz. I need to go to bed. Mennem kell az ágyba. Nem tudok erről beszélni többet. Jó éjszakát. És a zene is véget ért. A farkas nincs itt a bokorban? Nincs. És ha visszanézek. Szépen lassan. Nem hagytam el valamit? Nem. A dombra felmászunk, hogy egy kicsit jobban lássunk, de szerintem arra el kell mennem majd. Hát nem, nem látok itt semmit. Akkor arra megyünk, amerre az út visz minket szemben. Nézzük meg azt a helyet. És iszom is egy kortyot. Tényleg tudja valaki, hogy Süni mit streamelt ma? Lemaradtam a válaszáról. Itt elsötétedik a kép, amikor ideérünk. Betöltés, egy új helyszín. Azt a igazi csillagróka lettem. Na hát, de vajon a róka minek a szimbóluma lehet ebben? Azon kívül, hogy a gyermekei... József, nem mehetsz aludni, hogy így érzed magad. Sajnálok mindent, és én tudom, hogy térre van szükséged, de itt vagyok számodra. Nem kell ennyire elveszettnek érezned magad. József, meséltem már neked, hogy milyen volt az édesanyám? Eszképiszt vagy mi? Várjátok, ez mire válasz? Ja, hogy mit játszott? Aha, az egy jó játék lehet. Ezt néztem már. Az is azt hiszem Mindy. Tudod, hogy milyen, amikor nincs anyád otthon? És hogy mennyire nehézé tette ez a gyerekkoromat? Azt tette könnyebbé az egészet, hogy a madarakat figyeltem. Reggelente, mielőtt megjött volna az iskola busz. Azt hittem, hogy az anyám is egy ilyen madár, és olyan szabad akartam lenni, mint ő. Anyám tanított meg origamit, ilyen darvakat hajtogatni, amíg a kórházban volt. És azt mondtam magamnak, hogy addig tehát olyan sokáig fogok én is ilyen madarakat hajtogatni, amíg meg nem tudok szállni. Na hát érdekes. Valami ilyesmit mondott. Ez nagyon szép ez a hely. Szerintem mind a ketten imádtuk az állatokat mindig is. És ez egy kutyával kezdődött nálam. Mi az a Rottweiler feljött a telkünk szélére, és ott várt rám. De csak így néha. Azonnal megnéztem suli után minden nap, és általában csalódással végződött. Még loptam is néha pénzt a kidőlt apánktól. Hát gondolom, hogy az alkohol miatt volt ájult állapotban a fater, hogy ezeket a kis kutya kajákat megvegyem neki. Mitől félt annyira ez a kutya, mert soha nem jött be a kerítésen, még akkor sem ugye, hogyha etettük is őt. Oda menjünk. Nektek is volt... Nektek... Ha már így megkérdeztétek tőlem. Mi a kedvenc állatotok és miért az? És gyerekkorotokban jobban szerettétek a cicákat vagy inkább a kutyákat? Kutyátok volt vagy cicátok, hogy volt mind a kettő?
Szerintem az én apám az ellentéte volt a te apádnak minden lehetséges módon, kivéve, hogy ő is katona volt. Az alkoholba folytatta a bánatát. A trailer elkezdett szétesni, mérgessé vált, és aztán így visszavonult. Én pedig egyre jobban változtam azzá a csöndes fura kölyökké, aki nagyon sok ilyen origami madarat csinált, és folyamatosan vitte a kutyakaját, gondolom, a dogónak. Nagyon hasonlítunk abban, hogy fura kölykök voltunk. És lehet, hogy ez volt az végül, ami hozzád vonzott, mondta a lány. A róka a kedvenced, Csebi, a róka. Nem gondoltam volna. Az állatokat szereted? Most a lány történetét is megismerjük, de hova fog ez vezetni? Az élet egyre rosszabbá vált. És egy pontnál. Nem hittem volna, hogy még egy napot túl tudnék élni. Nem voltak igazi barátaim, szomszédaink sem, mivel hogy a semmi közepén laktunk. Beszélnem kellett volna a tanárommal, de féltem, hogy mit csinálna, ha megtudná. Ahogy vártam egy nap reggel az iskola buszra, sétálgattam addig, ameddig találtam egy ilyen elhagyatott kis kunyhót. Valami olyan volt, amit nem tudnék szavakkal leírni. Szia, Sosi, jó pihenés, köszönöm, hogy itt voltál. Hoppá. Szóval, hogy bátorságot merítettem olyan helyről, amit nem is tudtam, hogy létezik, és feltörtem apám zárát, betörtem a hálóba, és elvettem a kulcsát ennek a helynek, ennek a kis kunyhónak, ahova a biciklimet zárta el. Soha nem fogom elfejteni azt az érzést, ahogy a szél elfújt a fülem mellett, és felkelt a nap a gabona földek fölött. Először repültem életemben. Olyan messzire tekertem, amennyire a lábaim csak tudtak vinni, amíg nem találtam egy házat, ami barátságosnak nem érződött, és ott éreztem magam otthon. Azok az idegenek segítettek nekem annyi lehetséges módon, és hogyha ők nem is lettek volna, akkor nem találtam volna meg a... tehát nem váltak volna ők az örökbefogadóimmá, és hogyha ők nem lettek volna, akkor én pedig téged sem talállak meg, mondja a lány. Art 10, köszönöm szépen a követést. Üdv nálunk a vészkorúcsban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Erős vagy, József. És nem vagy annyira egyedül, mint gondolnád. Csak ez az egész annyira értelmetlen, céltalan. Várom az életet, hogy megtörténjen. Mint hogyha az otthon, amit szerettem volna mindig is, elérhetetlen lenne számomra. A gondolat, hogy én is szülővé válnék, hogyan csinálnám, hogyha egyáltalán jó fiú sem tudtam lenni? Sajnálom. Tudom, hogy mit mondasz, csak nem tudom, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok. Ezek a csöndes órák évekké válnak majd, és... akkor majd csinálunk egy újítat együtt. Emellett... micsoda? Micsoda? Tehát, hogy minden út ugyanoda fog vezetni, és mi lenne ez? A család. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. Annyira hálás vagyok, hogy te is része vagy a családomnak, Rachel. És én is érted, mondja a lány. Jó, de elmegyek, mielőtt elmennénk oda teljesen előre. 10 oldal után rájöttem, hiába olvasom, ez magyarázat kell. Miért? Mit olvasol? Ó, várjál, amikor megtalálja a kölyköt a róka, ezt mondja utána a srác, hogy nem tudott erős maradni. Meg kellett találni a másik két gyermekét. Szóval elindult az ösvényen, követte valami ősi helyig, valami helyig válaszokkal. Aha, köszönöm. Itt láttam egy csillagot, azért akartam idejönni érte, hogy ne hagyjuk ezt el. De ebben a fehér
aj növényzetben, hát nevezzük virágoknak. Kicsit nehezebb kivennem közvetlen közelről. Azért elmegyünk mégiscsak erre. Aerodinamikát olvasol? Az izgalmas lehet. Engem mindig érdekelt. Szerettem volna nagyon sokáig pilóta lenni, csak aztán elmentek az évek és nem lettem az. Igen, igen, gondoltam, hogy a róka. Akinek a másik kettő kölkét meg kellett találnia, mert egy ugye sajna elhullott ott az erdőben. Egyet meg megevett valószínűleg a farkas. Mikro és mosógép. Erre kellett volna mennem? Na várj, lehet, hogy erre kell menni, és akkor viszont a másik utat nem figyeltük meg rendesen. Á, itt vannak csillagocskák. És családi féke. Képek is szerintem, várjál. Ezt nem tudom kivenni, hogy micsoda. Virágokat látok rajta, de nem tudom, hogy mi ez. Mi ez? Valami van ott sötéttel ábrázolva, amit nem tudom, hogy mi az. Egy nő. Egy nő van rajta, ott vannak a kezei, meg a lábai. És kétszer van ábrázolva, az a haja, az a sötét. Aha! Ez egy róka. Ez egy szarvas. Mik vannak még? Ó, ez gondolom apánk a háborúban, nem? Kicsit vannak inkább, mint az erdészek ezzel az egyenruhával. Ugró róka. Ülőnyúl. Csúnya szemed van, te nyuszi. Mintha rossz helyen lenne ábrázolva. Melyik résznél vagyok? Ja, ő. Aha. Segítsünk Barninak, hogyha értünk az aerodinamikához. Zoli elmagyaráz neked mindent, ne aggódj, ő nagyon vágja ezt. Szívesen korrepetál is egyébként szabad idejében. Menjünk arra vissza, amerről elindultunk, és forduljunk majd jobbra, hogy egyenesen arra menjünk, amerre vittek volna a kis csillagocskák. Lamináris és turbulens áramlás? Én erről nem sokat tudnék mondani. A turbulens az gondolom, ami cirkulárisan megy fölfele. A lamináris az meg biztos olyan ilyen lapos, új a szél. A föld felszín felett például. Milyen jó arc, ugye? Én is. Nagyon tisztelem ezért, hogy a fiataloknak szívesen segít mindig. Biztos van DC-n szoba, ahova javaslatok mehetnek. Heart of the Forest? Valaki bemásolná? Ó, oh, Heart of the Forest? Ezt megnézzük majd. Rave Priesték! Nagyon szépen köszönöm, hogy átjöttetek. Sziasztok! Remélem, hogy jó volt a ma esti stream. Képzeljétek el, hogy egy csodálatosan gyönyörű játékkal játszunk. A The First Three címmel. Ezt a játékot most ezen a héten ingyenesen mindenki felkaphatja az Epic Store-ban. Tudom ajánlani, mert egyébként szép sztoria van, de angol tudást azért igényel. Úgy érzem, hogy nem is annyira keveset ráadásul. Hogy vagytok? Meséljetek, mi volt Rave Priestnél? És nagyon szépen köszönöm még egyszer. Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, amiért átjöttetek. Sziasztok! Elmegyünk erre is, megnézzük, hogy van-e itt is csillagocska. Tényleg nagyon csillajáték, nagyon relax az egész, úgyhogy ne számítsatok akcióra. Ennek a történetnek hamarosan vége lesz majd. Mednarok, köszönöm szépen a... Vagy Mednarok, köszönöm a követést. 89 csillagocskát szedtünk eddig össze. Heart of the Forest, nekem nem ismerős az a játék, amiről szó van, Liffy. Üdvözöllek közben. Én már csak a végére tudtam menni, mert netgond volt, meg BIOS frissítés. Mármint, hogy nálad vagy Rave Priestnél? Remélem, hogy nem Rave Priestnél. Már ne haragudj, nem azért. Csak remélem, hogy nem stream közben kellett ilyeneket művelnie. Electric Snake Hun. Kösz szépen a követést. Üdv a vészkorúsban, ne felejtsd el a jelmondatunkat. Ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Ott is van egy csillagocska. Amúgy jó haladunk szerintem, mert már 90 darabot összeszedtem. Lehet, hogy 100 a max a játékban? Ki tudja. Olyan fájtok toltak Sea of Thieves-ben,
Vagy csak na, az igen. Jól hangzik, jól hangzik. Én még soha nem játszottam az a játéka, mindig egy kicsit drágának ítéltem. De hogyha van, mit tudom én, 2-3 barátod, akivel össze lehet ülni ezt játszani, akkor tuti jó móka lehet. Valamiért én, engem nem fogott meg úgy, hogy megvásároljam, hogy annyi pénzt belerakjak, de co-opban tuti jó móka. Tudom, hogy Lépris nagyon szereti ezeket az ilyen co-op cuccokat, például, hogy a Valheimbe is mennyi időt raktak, paradicsomékkal, az is biztos nagyon király volt. Itt nem lehet felmászni. 150 darab a max, járja a tehetségment is, amint megvan. Ó, én attól félek, hogy már hagytam el. De ki tudja, ezt nagyon nehéz lenne meghatározni. Hát nyilván sok óra, hogyha az ember minden négyzetcentimétert átvizsgál, ugye. De akkor már legalább a kétharmadával megvagyunk hamarosan. Ott szemben is vannak. Szerintem csak ott szemben vannak. Alattunk van? Nincs. És itt fent? Azért én ezt átnézem. Nem nézem át, mert nem mehetek fel. Akkor leugrunk. Wow! Oda néz a szuper róka, de mekkora durviba nyomja már. Itt vannak a szarvasoidok. BIOS frissítés streamen elég nehéz. Nehogy a SID. Nem az, hogyha egy capture cardban van bedugva a gamer gép, és annak a képét viszed át, amit mutat. Felugorhatok át, de ne arra úgy. Wow! Oké. Várjál még egy picit, még ne indulj el. Ezeknek megvannak a kölkei, nekem meg nincsenek. Ez egy kicsit szomorú. Na jó, akkor nem mehetünk fel rá. Remélem nem hagytam el csillagocskákat. Menjünk erre. Elmentek lörkölni? Jól van. Köszönöm, hogy itt voltatok. Jó pihenést. Ha végre lesz még ezután játék? Szerintem már nem. Elmúlt évfél, és már azért 7 órája megy a stream. Szóval lehet, hogy mára inkább pihenek, mert holnap már délután el fogjuk kezdeni Shinivel a Resident Evil folytatását, majd 6 vagy 7 óra környékén el kell kezdeni a Twin Peaks nézni Discordon, folytatni a sorozatot, majd azután be kell fejeznünk a Sekirót, és be kell fejeznünk a Metro Exodus-t is, úgyhogy holnap rendkívül sok minden lesz, és az a 7-8 óra, ez lehet, hogy így már elég lesz majd mára. Ha nem bánjátok. És mindenek előtt holnap főznöm is kell, majd el ne felejtsem. Nálam volt a gond sajna, 3 órában tett, mire megcsináltam, utána meg gondoltam, megnézem, van-e új BIOS. Volt 4 is, szóval meg kell csinálni. Aha, igen, az nem árt. Az biztos, hogy nem árt. Bár nem vagyok egy hardware szaki, de azt tudom, hogy a BIOS frissítés az egy kicsit megkönnyíti ott a dolgokat, úgy mondom, hogy menedzsment szintjén. Processzor, erőforrások kezelése és stb. Perifériák, mit tudom én. Egyéb hardverek. AMD-nél meg főleg, aha. Na, Zoli, de rendes vagy? Nagyon kedves tőled, hogy tényleg segíteni. Van kedved Barninak. PvP része fenntartja az élvezeti faktort, így el lehet lopni mások cuccát, elég jó lehet ez is. Aha. Igen, ez a kis PvP-zés, ez biztos jó móka. Elég sok játékban jó móka. Szerintem pont a Hunt Showdown is egy ilyen játék, ami alapvetően nem lenne túl izgalmas, hogyha hozzászoksz, de a PvP mindig más és más, és elég sok PvP van benne, szóval az az, ami az ember érdeklődését fenntartja, és az a fő faktora a játéknak, hogy mindig random egy fight. Olyan értelemben, hogy neked kell jobb szöget felvenned, neked kell ügyesebben céloznod, és ilyenek. Szóval meg tudom érteni, hogyha egy játékban tényleg ez jelenti az élvezeti faktort leginkább. Nekem aggályos, hogy egy házaspár minket néz az ágyból. Ja, hát igen, a múltkor beszélgettünk ennek a veszélyéről, úgyhogy Steelhammeréknek mondanám, hogy azért csak óvatosan. Nehogy a végén én szóljak a háttérben, mert az egy eléggé kellemetlen gondolat. Vásszunk itt fel, itt is vannak csillagok. Megvan a 100 darab.
Lehet, hogy nem is csillagok ám, de a játék elején azt mondták, hogy ezek azok, nem? Nézzünk itt keresztül. Hát, ha ide is eldugtak valamit a készítők. Nem, mert erre nem mehetek el. Befeketedik minden is. Vajon a... Szerintem utolsó előtti rész következhet. A róka tudta, hogy az első fánál vár rá az utolsó kölyöken. Már majdnem ott volt. Az eső leszállt ide, ebbe a völgybe, ahol a bejárat volt a fához. Az élet itt védve volt, mert itt kezdődött az élet. Már csak az anya és a lánya maradtak. Részek az életemből úgy jöttek vissza, hogy az esőcseppek érték a földet, és ahogy a róka anyuka egyre közelebb ért a céljához. Basszus. Céljához. Nem baj, nem baj, visszamászunk. Valahogy megoldom. Hallod? Ez így nem funny. Hát de fent mi van, ha ott hagytam valamit? Hey! Átlátok a terrénen, nézd, de tudtam nézni mögé. Na hát, hát de így azért nem lesz ez így jó. Ugorj már, gyerünk, meg tudod csinálni. Oh, fuck me. Jó, akkor nem megyünk oda fel. Soha nem fogok oda többet felmászni. És a csillagocskákat is ott hagytam. Viszlát. Szia, Petyka, szép estét, hogy vagy? Nem elég otthon a gyertya? Ú, ne tudd meg, én nem nagyon szoktam gyertyába menni már. Hát azért nem vagyok már annyira fiatal. Tudjátok mi a funny, amikor... ezt amikor elképzelem, mindig nagyon vicces. Na jó, inkább el sem mondom. Na, az nagyon vicces, igen. Olyan, mint a gyertya, csak máshogy van. Nézd, ezt vegyük fel. Hú, várjál, nehéz lesz az ugrás, de talán... megvan. Szia, Sebikém, üdvözöllek. Nézd, ott világít fent a csillagocska. Ott világít fent, egy darab. Annál a fánál, és esélytelen vagyok, hogy visszaugráljak érte. Teljes mértékben, mert elmisszeltem az ugrást. És ott van fent középen. És talán ahol egy van, ott több is van. Hát jó, szerintem hagyjuk ezt a helyet. Elmisszeltük az achievementet, vége. Ennyi volt a játék, srácok. Amiért küzdöttem, már teljesen feleslegessé vált. Most már nem is kellene a maradék csillagocskákat sem összeszedni. Ez az egész egy bukó, egy kudarc számomra. De hogyha valaki nézi esetleg a vodot, srácok, tudjátok, hogy ott fent van valami, amit el kellett érni. Azt össze kell szedni, és ne legyetek olyan bénák, mint én. Ütem létszén egy Steam kulcsot, majd ha aktivált, meg tudod mi az. Azt a mindenségét! Sebikém, nagyon kedves tőled, köszönöm! A gimi végén valami olyasmit éreztem, amit már régóta nem vezettem. Nézegettem a nyugati parton a legkirályabb építészeti iskolákat, és aztán értem. Megjött nagy dózisban a realitás, amikor megnéztem más hallgatóknak, mármint hogy leendő hallgatóknak a portfólióját. De még mindig szerettem volna valami lenni a következő Alvaro Siza. És több ezernyi ilyen kis rajzot csináljak, ami... Micsoda? Hogy megszerezzem a gyakornokságomat? Vagy valami ilyesmit mondott még ott a végén. Hallgatunk titeket, mert én nem igazán tudok valami zene vagy streamekről aludni, ha olyan lenne az idő, azonnal lelőnénk a streamet. Köszi szépen, Üvi. Rendben. Köszönöm, hogy átadtad ezt. Ez fontos nekünk. Már is nyugodtabb a lelkem. 100 csillagért nem jelzett sajna, nem. Sebikém, bármi is az, nagyon szépen köszönöm. Mindjárt nézem. Jó, oké, rendben, aktiválom, és megtudom majd mi ez. Köszönöm, nagyon kedves tőled, hálás köszönetem. Bármilyen játék is az, kíváncsian várjuk. Szíza segített megérteni, hogy... mennyire fontos az építészetben az érzések, mennyire fontosak, és azt mondta, hogy az igazi kompózer, hát komponálója, nem tudom, a tereknek az a fény. Szeretek a fényre gondolni,
something I'm less than comfortable with. Mi van? Ott beszélt valami nagyon furcsa dolgok. Ez a srác néha tényleg nagyon furcsa dolgokról beszél. A fényt hasonlított ahhoz, hogy nem talál munkát, meg ez a róka. Mi volt ott? Ezt nem értettem. És Indie Game 3 óra hosszú? Jól van, Steelhammer, jó éjszakát nektek. Oké, nagyon jól hangzik. Ezekre a szombatokra tökéletesek az indie játékok. Én betárasztam, most van vagy 10 indie játékunk, nem viccelek. Sokat vásároltam az elmúlt időkben. Ilyen pár euróért sikerült rátenem akciókban a mancsomat, és sok indie szombatunk lehet még a jövőben. Hál' Istennek, mert én nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, amikor nem azokat a megszokott játékainkat nyúzzuk, amiket heteken át viszünk esetleg végig. Nehogy Isten, egy ilyen 60 órás végigjátszás. Azért a Horizon is nagyon hosszú lesz, hogyha belegondolunk majd. Most tartunk még csak a játék felénél, az epizód 9-ben. Tehát azért ott még lesz szerintem, vagy 25 epizód kb. Vagy 24 biztosan, mert még a DLC-je is ott van annak, úgyhogy... Mondjuk szeretem azt a játékot nagyon, úgyhogy nem bánom tényleg. Köszönöm, Sebi, tényleg, nagyon kedves tőlen. Milyen csönd lett itt ezen a helyen. Szeretett a srác arról álmodozni, hogy nem talál inkább munkát, meg inkább ez a róka, meg mit tudom én. Nagyon furi gondolat ez. Nem csak a nyugalom, hanem nagyon sok tekintetben innovatívak ezek a játékok. Tehát nagyon jó ötletek vannak bennük a AAA játékok számára is. My dad was super supportive with my college plans. A sulis terveimmel kapcsolatosan apám egy bizonyos pontig nagyon is támogató volt. Egy szörnyű baleset történt, addig minden oké volt. Valamilyen lift lezuhant, vagy hát felborult, és egy munkást összezúzott. Apám napokig nem evett. Még úgy is, hogy nem volt azért bevonva teljesen ebbe a sztoriba, vagy hogy nem volt ez igazából köze, de még így sem, teljesen le volt taglózva. És ez nem csak az üzletnek volt rossz, de meg is ijedt tőle. Beszélt álmában, potyogott. Egy nap odajött hozzám, és azt mondta, hogy mivel nem igazán működik ez az iskola keresés nekem, inkább át kéne vennem a családi üzletet, és végre emberré kellene válnom. Azt mondta, hogy egy nap meg fog halni, és minden munkája, áldozata feleslegessé válik, ugye, tehát pocsékolásnak, úgyhogy... Az én kis tini énem akkor felrobbant ennek a gondolatától is. Elrontottam. Olyan dolgokat mondtam, amiket nem lett volna szabad. Egy krízisen ment keresztül, én pedig beleköptem az arcába. Hű. Horizonban benne van 70 órád. Hát azzal el is lehet játszani. Jó sokat. Jó sokat, hogyha mindent összegyűjtesz, mindent felveszel, ahogy mi is játszunk. Ott balra most vagy nagyon világít valami. Csillagocskák vannak előttünk. Vagy csak a fény esik úgy. Nem, vagy csak a fény esett úgy, oké. Mit szeretsz a legjobban a Horizonben? Zolka, mesélj. Neked melyik része tetszik a legjobban annak a játéknak? De a többiek véleményére is kíváncsi vagyok egyébként a Horizonnal kapcsolatban. Nem szoktátok unni? Szerintem nagyon izgalmas, hogy a brutális robotokat nyilvesszőkkel és egyéb csapdákkal, meg mindennel azért végül legyőzzük abban a rohadt nehéz módban is, ahogy játsszuk azt a játékot. Ott is van egy csillag. Bár lehet, hogy feleslegesen szedem tényleg most már, de... Összeszedjük, srácok, mint hogyha minden rendben menne tovább. Neked a sztória tetszett? Nagyon zseniális egy története van, igen. Csak még az nem annyira forta ki magát az 50%-nál, ahol járunk. A vége lesz majd egy nagyon durva. Ilyen mind-blowing történet. Megkerüljük ezt az egészet, és onnan balról mászunk fel. Minden percét imádod? Jaj, tudom, Mr. Ukrány, hogy te nagyon szereted azt a játékot. Te is mondtad nagyon, hogy...
Még sört is bontottál, amikor elkezdtem játszani, hogyha jól emlékszem. Ott is vannak csillag. Oh, no! Várj! Róka, ne! Ó, oh, ne! Na. Elnézést. Grafika, sztori, effektek, nagy tér, ahol szinte azt csinálsz, amit akarsz. Nagyon jó az egész szerintem. Igen, szerintem is. Megvannak a maga kis pozitívumai. Jó, már kaptam a GG-t egyből. Menjünk balra. Igen, gondoltam, hogy ez lesz. Ott van egy targonca. Szerintem ez lehetett az, ami felborult és összezúzott valakit. Lehet, hogy ilyen fajta liftre gondoltak, mint a targonca lift? Igen, ez úgy tűnik, hogy elég rossz állapotban van. Yep. Ez nyomhatott össze egy munkást, amitől apánk teljesen szétakadt. Hát mondjuk elég megrázó lehet tényleg, hogy... Főleg, hogyha mondjuk neki volt valami vállalkozás és abban történt, nem? Annyira gondolkodom egyébként mostanság azon, hogy indítanom kellene egy vállalkozást. Csak keresem még az ötletet. Egy csomó ember annyira jó ötletekkel csinál vállalkozásokat és megél belőle élete végéig. Talán valamit nekem is ki kellene találnom. Ezen szoktam mostában több rengeni néha, hogy kellene valami ötlet, amit csinálhatnék, és amiből ellennék, tudjátok. Ott szemben is van kettő csillag, szerintem arra fogunk majd elmenni ezután a rész után. Ami azt jelenti, hogy erre is kell valaminek lenni eldugva. Ott van fent a ház. És a magasabbról nézem ezt a területet. Hát nem tudom, akkor felvesszük ezt itt. Vállalkozás elég körülményes csinálni, biztos. Villáslift angolul? Akkor az volt, igen. Igen, igen, pontosan, mert valami forkliftet mondott targoncára. Nem jutott eszembe a villáról hirtelen. Ez volt az utolsó alkalom, amikor beszéltél vele? Nem. Ünnepekkor mindig felhívtam. Ő pedig a születésnapunkra engem. Úgy csináltunk, mintha semmi nem történt volna, ami elég hülyeség volt. Nem akartam kérdezni a lumberyardjáról. Ez valamilyen favágó üzem. Fa, fűrész, malom lehet. És biztos vagyok benne, hogy ő pedig nem akarta megkérdezni, hogy hogy haladok a munkakereséssel. Soha nem mentem vissza hozzá, nem látogattam meg. Szerintem az utolsó beszélgetés arról folyt, hogy milyen filmeket néztünk. Oké. Azt gondolta, hogy sokkal tovább jelen lesz még az életében. A legvégső ruhát, az Ancient Armor-t elég nehéz megszerezni, azzal eltöltöttél kb. 10 órát. Az nem baj, nekünk is meg lesz majd. Legyél milliárdos, jól keresnek? Hát ja, berakják a pénzt a bankba, és már abból meg lehet élni. Ez nem hülyeség. Csak még nem találtam ki a módját, hogy hogyan szerezzem meg az első 1 milliárdomat. Az első 1000 millió, Jézus, a mi pénz. Sok múlik az, hogy miben vágja az ember a fejszét. Hát főleg, hogyha favágó, ugye? Mint a srác apja. Nincs milliók? Hát hogy a viharban el? Ott van megint a róka, és ott van az utolsó gyermekünk jobbra. Nem, a farkas van szemben. Távolban az első fa beragyogta ezt a kihetlen pusztaságot. Nem tudott hazamenni többé. Azt tette, ami az egyetlen dolog volt, amire képes volt, előre ment tovább. Apám egyedül halt meg, a vadon közepén. Beszélnem kellett volna, többet kellett volna vele beszélnem. Nagyon sok mindent máshogy kellett volna csinálnom. Akkor nem elkövető volt, nem megölték az apját a srácnak. Ott valamit félreértettünk az a szóval. Hogyha az első fa a földön életet hozott volna magával, és azt tanította volna meg a madarakat csicseregni, meg repülni. Mit tehetett értünk? Azt hiszem, hogy ez a befejező jelenet lehet. Ez egy nagyon szép gondolat arról, hogy soha nem tudhatjuk, hogy meddig lesznek velünk a szeretteink. És hogyha többet, vagy hogyha keveset beszélünk
velük, akkor jó tudatosítani magunkban azt, hogy többet kellene. Mert soha nem tudhatod tényleg. Egyik napról a másikra mindenkivel történhet valami szörnyűség, amit nem mindig csak a tévében, meg nem mindig csak a rokonoktól, barátoktól lehet hallani, hanem megtörténhet a mi életünkben is, és nagyon fontos, hogy az ember többet beszéljen azokkal, akik közel állnak hozzá. Tegnap kaptam egy levelet, egy olyan névtől, akit nem ismertem. Egy olyan idézettel, amiről nem tudom abba adni a gondolkodást. A halál nem az élet ellentéte, hanem egy része annak. Egy nagyon fontos igazságra jövök rá. Mindannyiunknak megvan a maga utazása az első fához, de néha nem vagyok benne biztos, hogy készen állok megtenni az első lépést. Már meg is tetted, szerelmem, mondja Rachel Józsefnek. Rahel, a magyar neve. Szép ez a fa. Szegény róka leszegett fejjel. Minden kölkét elkapta a brutális gonosz farkas. Eléri végére, tehát a végül is a célját, de... Hát milyen cél ez? Tehát igazság szerint... Mindenkiét elvesztette. Mit fog most csinálni? Nem találhatnánk a fa másik oldalán egy másik rókát, akivel párosítani lehetne? Az első fa felébred, és óvatosan... Micsoda? Várjál. Az első fa felébred, és... Gyengéden megkérdezi, hogy van egy utolsó üzenet a rókának a gyermekei számára. Válaszol és ezt mondja. Írjuk oda az üzenetünket. Mit mondjunk a gyermekeinek utoljára, srácok? Ha ti rókák lennétek, akik elvesztették a kölkeiket, mit mondanátok utoljára az elvesztett kölköknek? Van-e esetleg valakinek bármi, amit ide beírna? Roar? Csak nem. Be yourself? A halott... Istenem. Hát a halott kölkök már nem lehetnek azok, amik... Na, de most full komolyan kérdezem. Ne kövesd el ugyanazokat a hibákat, amelyeket én... Ez már nem számít számukra. Mert... Ők már nem élnek. Hogy mindig szeretni fogjuk őket? Ezt ketten is írtátok. Hulagár is ezt mondta, az már három. Hogy ne lehetnének? Mármint, hogy mik lehetnének? Remélem jobb helyen vagytok? Az is egy szép dolog. Hogy ne lehetnének önmaguk a halott rókák. Nem értem, hogy mire gondolsz. Te kifejtetted a gondolatodat. Támogattad a hölgyeket? Minden hölgy azt mondta, hogy I will always love you. 22 karakter a 117-ből. Ezek a csillagocskák. Jó sokat elhagytunk akkor. Az utolsó üzenetünk hosszát határozták meg. Ez érdekes. És mi van, hogy egyet se veszel fel? Szia, Xorán!
És ezzel a csodálatos róka elteleportált. I guess her journey was over. Gondolom a kalandja véget ért. De nincs ötletem, csak egy álom volt. Valami, ami elmondta a figyelmem a holnapról. Nem hiszem, hogy az álmok általában ilyen sok fontos érzést hoznak vissza. Talán álom volt, de inkább egy ajándék is. Ja, gondolom. De holnap felszállunk egy repülőre. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. Vele leszel. I have one last quote. Látni fogod is vele leszel utoljára, mielőtt elbúcsúzol. Emersontól van egy fontos idézetem neked. But only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow. Fontos napunk lesz holnap, de veled leszek minden lépésnél, ezen az úton. Köszönöm, köszönöm, hogy meghallgattál, jó ét, Rachel. Az volt az az idézet, hogy a világnak az apró titka az, hogy a dolgok nem igazán halnak meg, hanem csak eltűnnek egy kicsit szem elől, hogy aztán újra láthatóvá váljanak, vagy valami újra jelen lehessenek. Valami ilyesmi volt az idézetnek a lényege, nem? Érdekes volt minden esetre. Szép gondolataitok voltak itt az utolsó üzeneteket illetően 6 hónappal később. Kiderült, hogy a srác is egy róka. Itt van Rahel mellettünk az ágyban. Gondolom megérkeztünk valahova repülővel, arra a helyre, ahol rohadtul nem szeretnénk lenni, az utolsó hely lenne, ahol csak lenni szeretnénk. Felkelünk és... mit csinálunk? Érkeltem fel? Feküdjünk vissza, hülye vagyok? Minden tökéletes, éjszaka van, egy tök szép helyen vagyunk, itt van velünk a barátnőnk, mi az Istenért kelek fel? Hát több is jön, nem kell, várjunk, menjünk már ki. Melyik gombbal lehet bármit csinálni? Ja, a jobb, oké. Körrel lehetett. Bedroom. Ide költöztünk? Én is egy igazi róka lehetnék, de te megnézhetném, hogy mi van a konyhában is akár. Úgyse, hogy a konyhában van a mosógép, nem? Ez annyira amerikai feeling. Nem nyithatom ki a hűtőt? Hát akkor mi értelme van az egésznek? Lehet pisilni? Elnézést. Ez egy gyermekszoba? Rahel az oldalán feküdt, lehet, hogy eltakarta a hasát. Csak ránéznék, hogy kitől van az a gyerek. Hát de én ott nem látok gyereket. Elnézést, de kicsi a hasa. Szia, vulagár, jó éjszakát! Új, tiadatlan sprinterésben kezd a... sprinterésben kezd a srác. Angliában is konyhában van a mosógép. Miért oda teszik? Lehet, hogy onnan könnyebb a szennyvizet elvezetni. Jó hét, vulagár. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Jó pihenés neked. Hát ide én nem nagyon mehetnék ki. Miért jöttem el ide? Itt vagyunk az erdő szélén, aztán az a hely, amiről végig... nem tudom, hogy miért költöztünk ide. Mókásról rókás lenne a nevem? Hát de már annyi róka van itt nálunk. Miért változtatnám meg én is? A rókák cukik, aranyosak. Ott van egy ilyen költöztető truck, amiből pakolták ki a cuccokat. De nekem nem hiszem, hogy nagyon kell itt bármi is. Körbejárhatnám a házat. Farakás, talicska. Izgalmas dolgok. Nézd, milyen szép a kilátás innen. Mit kell tennem? Miért nem mondja meg a játék? Fel kell fedeznünk valamit. Úristen. Fürdőszobában nincs konnektoruk, anélkül nehéz a mosógépet üzemeltetni. Aha!
Érdekes, érdekes. Miért nincs konnektor a fürdőszobában Amerikában? Ez csak egy magyar szokás? Hát mondjuk lehet, hogy tűzvédelmi és egyéb szempontokból, hallott, hogy a Slenderman ott nézne ki, én megőrülnék. Lehet, hogy nem annyira előnyös oda tenni konnektort. De nekem például három konnektor is van a fürdőben. Van egy a boilernek. És a mosógépnek. És van egy a hajszárítónak. Hát, srácok, én nem tudom, hogy hova megyek. Hova megyek? Az mi? Ja, lehet, hogy a ízét kellene megtalálnom, a madárettetőket kellene megnézni. Azt ott fent? Hát nem tudom. Itt egy helyen van csak csatorna kivezetés, azért minden vizes blokk egy falon van. Konyha, vagy a... Mi? Konyha felett van, a fürdő is. Rettentően félnek az áramtól az angolok, ezért nincs a konnektor. De komoly. Nektek van ötletetek, hogy hova kellene mennem? Mert oké, hogy körbejártuk a házat, de nem látom a célt. Megnéztük a gyerekszobát. Lehet, hogy oda kellene bemennem, és itt kéne randalíroznom. De nincs a gyerek ágyba gyerek. Ha lenne is, hogy néz ki ez a gyerekszoba így? Nincs ötletem. Le kell ülnöm a tűzhöz? Nem. Elég cuki kis kandalló, csak nagyon furcsa ennek a szobának az elrendeződése így, hogy itt van a kandalló és mellette a tévé egy ilyen pici szobában, ezt nem tudom. Nem így csináltam volna meg. Rókával kellene találkoznom? De hol van? És hol megyek ki a házból? Hát az ember kijön ide. Lehet, hogy itt véget ér az egész. Mert valamit nem vettem fel. Hogyha végigmegyek ezen az úton, akkor miért nincs itt? És ha erre mennék? Ó, erre egy egész nagy vidék van, bocsánat, erre kell menni. Rossz irányba indultam végig. Mezitláb, kimegyünk ide az erdőbe, elég komoly. Cucc ez, de vajon mit fogok itt találni? Itt van egy tök menci kis sátor. Fejszével és minden királysággal. De nem lehet, hogy itt... Ez hó. Ideg lehet a fene vinni el. Erre lemehetek? Nem. Nem lehet, hogy ide ültünk apánkkal régen. Nem lehet, hogy a családi házba költöztünk vissza. Miért szeretnénk itt élni? Lehet, hogy azért, mert végül a srác rájött, hogy ide érnek átvenni az apja üzletét és fával foglalkozni. Itt a sárga kocsi mellett. Aminek a hátulján az izé volt. Ja, itt volt a matrac, és akkor innen figyelték a madarakat, gondolom. Ja, amit elmondtak a játék során, az most itt van mind. Hát menjünk erre, nem. Menjünk arra, merre mehetünk, de nem tudom, hogy merre mehetek. Jól el lehet tévedni. Az erdőben éjszaka a hóban, ráadásul. Van érintésvédelem. Elé vagy 10-re biztosíték, minden elektromos bentezés dugójába is van biztosíték. Az igen. Nem aprózzák el akkor a védelmet tényleg. Angila lába. Hát de... Azt hallottam, hogy ott pereg a kaja egyébként. Ez igaz? Tojásleves gazdagon. Agyi is van. Ti, srácok, szerintetek hova menjek? Hát nem vágom. Nincs valami magaslati pont. Ott csak a kocsi van előttem. Az emlékeink közt nem tudnék esetleg valami nyomra bukkanni. Itt a kocsi.
fészer, minek nevezzem ezt kunyhónak, de kunyhónak elég nagy. Le kell mennem? Hú, elég komoly világ tárul elénk arra fele. Eléggé üres. Sátorba be kell menni. Hogy? Hát én ott álltam az elején, és nem tudtam bemenni. Halljuk a baglyokat, de mindenki tudja igazából, hogy a baglyok nem azok, aminek látszanak. Szia, Nasu. Nem lehet googolni. Ja, jó Isten. Kört kellett nyomni rá, ki gondolna ilyet. Bemászunk ide a hóba. És elkezdek rajzolni ott a hálózsákkal, meg ilyenek. What the hell? Mi a pokol? A fényróka, a teleportálós. Menjünk csak utána. Ezek pizzán élnek, nem érdekélességem. Főzni az angolok kb. 30%-a tud. Mindenki rendel mindent. Én meg kijöttem ide, és csak pilláztam, hogy itt bankkártya nélkül még dolgozni sem dolgozhatok. Az igen. Ott megy, oda néz. Hogy szalad? Apám, hogy rongyol a kis szaros? Ez benne az otthonomban, én tuti lezúznám. Azért, durva ez a természet. Cuki sztori volt egyébként. Én hiányoltam még egy picit nagyobb kifejtést, de hát gondolom ennyi fért bele. Az indi stúdiónak a büdzséjébe, idejébe is. Több is biztos tellett volna tőlük ebbe a történetbe, de gondolom a megkötések miatt ennyit engedhettek meg ebben a játékban maguknak. Nem bánom, egyébként szép volt tényleg. Nem mutató üresnek sem, hogyha az ember nem streamen játsza végig, hanem inkább leül egy picit gondolkodni rajta, így egyedül. Ad magának az ember 2 órát, és elgondolkodik, hogy mit is akart mondani ez a játék. Kicsit olyan Shining, ragyogás flashbackem van. Ó, oh, arra futott, bocsánat. Fickó megőrül. Feleség ott egyedül van, hálóban. Fenn vagyunk a hegyekben, hó fölött a csúcsok. Ah, mondjuk hó nincsen fenn innen nézve. Hányan csinálták vajon? Nem tudom. De elég egyszerű elemeket használtak fel azért. A zenéje nagyon szép viszont. Mese az elmúlásról, gyászról, elengedésről. Hát, igen, igen, a tovább lépésről is, igen, igen. Hova fut el a fickó végül? Biztos, hogy a rókát kergeti. Biztos, hogy a róka nem egy szimbólum most ebben a történetben. Ha a dolgok mögé nézünk egy picit, mi elől fut a csávó? Nem a problémái elől menekül, és csak szeretne egy kicsit levezetni egy kis stresszt. És csak megy. Hegyen, völgyön át. Hiszen elég sok minden nyomta azért a lelkét ennek a fickónak. Itt van a fa. Megtalálta. Mi lehet ez? Egy üzenet áll a fába vésve. Talán az apja hagyta neki ott?
szeretet az emberektől jön, akik körülvesznek, és szeretned kell a pillanatokat, amiket velük töltesz. Hát mástól nem nagyon jöhet, igen. És ott vannak a kölykei, nézd! Kis boldog család lettek megint. A rókáknál nem jellemző ez a... hogy egy hím is van a családban? Hogy a hímek továbbállnak és új, meg új családokat alapítanak? Az első fa című játékot láttátok. Remélem, hogy tetszett. És az üzenet az tényleg fontos volt a végén, hogy a körülötted lévő emberektől jön a szeretete az életedbe, és nem, nem máshonnan gyakran. Nagyon szép volt, szerintem is egyszerű volt, könnyen emészthető volt, de mégis azért elgondolkodtató volt. Nekem nagyon tetszett. Lesz még egy ehhez hasonló játék, aminek a címe se jut eszembe hirtelen, de azt is végig fogjuk vinni, az is állatos. És a Humble Bundle-ben 12 euróért lehet megvenni 7 másik játékkal egyetemben most. És önmagában csak az a játék, The Lost Ember, az elveszett parázs, ez a címe. Na, azt is játszani fogjuk. Igen, Plotnyik úr, igen. A rókák családban élnek, amíg a kicsik fennőnek, együtt gondozzák őket, utána azt hiszem szétválnak. De komoly. Egy moderált adatbázisba szeretném elküldeni, egy online adatbázisba az állítást, amit tettem, kijelentésemet az első fánál. Random megjelenhet más playereknél. És beküldtük volna a Twitch linkünket? Jaj, ne! Jó, hadd menjen! Lehet, hogy az üzenet, amit láttunk a végén, valami más playernek lehetett az üzenete? Ti is már? Tehát, hogy ti is ezt az üzenetet kaptátok, amikor végigjátszottátok egyébként? Örülök, urukáj, hogy tetszett. Vagy tényleg az emberek egy kicsit itt elgondolkodnak ennek a játéknak a végén? Azt írtam, amit mondtatok többen is, hogy mindig szereti fogjuk őket, azokat a kölköket, akik hát már nem élnek sajna. Beúsztam ezt a gémet Epiken, át fogom írni később. Átírni? Mit akarsz átírni rajta? Neked más volt, Plotnyik úr? Na ez érdekes. Akkor szerintem tényleg a feltöltött adatbázisokban lévő beküldött üzenetekből válogat ki a játék ide. Egy fontos mondani valót, amit a játékos közösség üzenget egymásnak. Ez marha jó. Hova viszed át? Szóval ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon király ötlet és jó megvalósítás. És igazán egy frankó kis feature ebben a játékban. Ez is, mint ahogy éppen az előbb elkezdtünk beszélni erről, hogy az indie játékokban milyen kis innovatív dolgok vannak. Szerintem ez, hogy a játékosok tudnak üzengetni egymásnak. Jó, a Souls játékokban is lehet üzengetni nyilván egymásnak, hogy mit tudom én, ambush ahead, meg ilyenek, de azért na, ez egy nagyon-nagyon érdekes kis feature volt ebben a gameben, és ki tudja, hogy milyen játékokban fordulhat elő majd a jövőben, kinek tetszik meg a nagyobb fejlesztő és kiadó csapatok közül. Első indításán is ott voltak a kölkök? Nem szerintem. Vagy nem tudom. De most ott vannak mindenképpen. Biztos van párfajta fix üzenet. Hát persze, hát mivel amikor kijött, akkor még nem volt adatbázisuk, érted? Tehát valamit oda kellett tenni. És akkor tényleg ezek így felmennek egy adatbázisba. A mi üzenetünk az is egy ilyen kis szép üzenet, hogy érted, elér a fához a srác, és akkor oda van írva, bele van faragva, hogy mindig szeretni foglak, ez akár az apjától is jöhetett. Tehát az is egy olyan üzenet lett így végül, amit javasoltatok, ami megállja a helyét. Tetszett.
Tök jó volt. Az egész játék nagyon tetszett, úgyhogy a 131. végigjátszásunkat láthattátok a csatornán. Szia, Piece of Cheese, üdvözöllek, jó estét. Szép játék volt. Szerintem mindannyiunknak tetszett, akik itt maradtak és megvárták a végét. Viszont mára tegyük el magunkat, és holnap délutántól Resident Evil, majd Twin Peaks a Discordon, majd utána pedig Sekiro befejezés, és a legvégén Metro Exodus befejezése következnek. Azaz holnap a 132. és a 133. végigjátszások is befejeződnek a csatornánkon. Remélem tetszett, vigyázzatok magatokra, megnézem még, hogy kihez lehetne átrédelni, és akkor holnap itt találkozunk, srácok, hogyha van kedvetek.